Bár szokványos edzésnek indult, mégsem úgy ért véget. A CVSE darts szakosztályának sportolói tegnap egyik társukat lepték meg. Tóth Mihály sporttársunk a 2020-as évben a Magyar Darts Liga közép-kelet-magyarországi régiójának a ranglista élén végzett. Ez egy majd 50 versenyből álló sorozat volt, úgyhogy egy kis szerény ajándékkal lepi meg a szakosztály Miskát ebből az egész éves teljesítménye elismeréseképpen. Egy különleges darts táskát kapott, melyben 4 nyíl készlet és a hozzávaló kiegészítők férnek el. Lukácsi Ferenc úgy fogalmazott, bármelyik játékos, aki már végzett a ranglista élén, az igen nagy büszkeséggel tekint erre a teljesítményre. Ugye egy egész éves munkának a gyümölcse érik be ezzel. Nagyon sok versenyen kell nagyon jól teljesíteni ahhoz, hogy valaki ezt a helyezést elérje. Meglátjuk, hogy jövőre esetleg nem is egy, hanem majd mondjuk 2 CVSE sportoló is odaférne a dobogóra. Tóth Mihály nagy örömmel vette át az ajándékot. Híradónknak a versenyen átélt tapasztalatairól is beszélt. Hát nagyon sok sikerélményem volt. Igazából egyetlen egy versenyt se tudtam megnyerni, de a pontok alapján mindig jó helyezéseket értem el, és elég sok versenyen is elindultam, és így végül nekem lett a legtöbb pontom, így tudtam megnyerni ezt a versenyt, de rengeteg olyan játékossal játszhattam, akivel folyamatos harcokat vívtunk, és hol az egyikünk győzött, hol a másik. Tóth Mihály egyébként 3 éve dárcozik. Igazából testvérem miatt kezdtem el dárcozni, mert ő is elég sokat nézte a tévében régebben a dárcot. Aztán végül vettünk egy táblát, és önállóan elkezdtünk gyakorolgatni. De pont akkor rá is találtunk a neten, hogy Cegléden már van egy hely, ahol lehet dárcozni. Ez még akkor a gimnáziumnak a pincéje adta az otthont. És aztán oda jártunk, aztán ott ragadtunk a csapatba. A darts egy professzionális versenysport, enyhíti a stressz káros hatásait, javítja a kéz-szem koordinációt, a koncentrációt és a szociális készségekre is jó hatással van. Tóth Mihály úgy fogalmazott, továbbra is folytatja a dartsozást, szeretne még több versenyen részt venni. Ezentúl folyamatos gyakorlással szisztematikusan fog edzeni, hogy még jobb legyen, mondta.